fel, aki valaha is megcsodálta már a Balatoni naplementét. És ha tudtok, maradjatok is állva. Álljon fel az, aki nyaralt már valaha a Velencei tónál. Kérem, álljon fel, aki gyönyörködött korábban a világörökség részét képező fertőtavit szölöpházakban. És aki még ül, álljon fel, aki volt valaha a Tatai Öreg tónál, és megszemlélte a vadlút csokadalmat. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy mindenki állt, úgyhogy köszönjük. Ennyire fontos hazánk vízállománya. Én Szalai Ildikó vagyok, Tatáról. Mi társainkkal közel három éve azért dolgozunk, hogy a veszélybe került, de egyébként minden létező védettséggel felruházott tatai öregtó természeti és műemléki kincseit megőrizhessük. Én pedig Horányi Tibor vagyok, és azért állok ma itt, mert feldühít ez a pökhendiség, hogy a politika és a pénzügyi hatalom elveszi azokat a természeti szépségeket, amiket jelenleg szabadon használhatunk. Evesztem már az összes hazai nagy tavunkon. De ha nincs víz, nincs szabad partszakasz, ahol hozzáférhetünk a tavainkhoz fürdeni, kikapcsolódni, vagy akár evezni, akkor milyen jövő elé nézünk? Megdöbbentően nézzük, hogy ma Magyarországon vízgazdálkodási hiányosságokkal is összefüggésben soha nem látott asszályhullám sújtotta az országot, és ez még csak a kezdet. Mindketten a Nagy Tavak Koalíció alapító tagjai vagyunk, mely olyan szervezetek összefogása, akik maguk is valamilyen tó védelmében alakultak. Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból szempontok alapján kísérjük figyelemmel a jelenleg zajló eseményeket, tóparti beruházásokat, valamint az ezeket lehetővé tevő helyi és országos szabályozást vagy döntéshozatalt. Azon dolgozunk Balatoni, Velencei, Tavi, Fertő-Tavi, Tatai, valamint közösségszervezéssel foglalkozó társainkkal együtt, hogy a felszíni és felszín alatti vizeink, azok partjai, partisávjai megmaradhassanak, állapotuk ne romoljon már végre tovább. Magyarország víznagyhatalom. Hát volt valamikor. Már azonban a vízgyűjtő területek árterek beépítése, a mindent lebetonozó, letérkevező tendencia miatt odáig jutottunk, hogy a klímaválság hatására egyébként is csökkenő csapadék gyakorlatilag azonnal kifolyik hazánkból. Magyarország vízmérlege negatív. Néhány évtizede még azt gondoltuk, bolygónk ajándékaiból, az iható tiszta vízből, a levegőből, a termőföldből van elegendő, és jut mindenkinek. Az akkortájt még természeti kincsekben bővelkedő Kárpát-medencében el sem tudtuk volna képzelni, hogy ezek a természeti kincsek egyszer elfogyhatnak. Már a minden nagy tavunk bajban van, ám a bajok nem most kezdődtek. Képzeljétek el a környezetünket, mint egy dzsenga tornyot, ahol az egyes elemek összekapcsolódnak, akkor úgy minden stabilnak tűnik. Amíg nem bolygatjuk a tornyot, addig minden biztosan áll. A fejlődés álcája alatt elkezdtük az egyes elemeket kihúzni, és a torony fejlődés jegyében nőni kezdett. Senga. Hogyan jutottunk el napjainkig, amikor vízhiányról, kiszáradó tavakról, folyókról, forrásokról és patakokról szólnak a napi hírek? Sajnos sokat tettünk ezért. Elődeink lecsapolták a hangságot, szabályozták folyóinkat. Vízgyűjtő területeinket, ártereinket felszántották és beépítették. Tavaink partjait körbebetonozták. A vízszint szabályozás miatt Zsilip került már a Balatonra is. Ha már Balaton, a Balatonnál és a Velencei tónál egyaránt vasút és útépítésekkel vágták el a vizes élőhelyek, élőhelyeket, természetes víztartó területeket a tómedertől. A tavak ősmedrei egykori területét lecsökkentettük. Gátakkal, zsilipekkel, Érdekeink szerint korlátoztuk a víz természetes mozgásterét. Tavaink a terhelés hatására a természetes tisztulást meggátló betonteknő eredményeként elkezdtek algásodni. Ökoszisztémájuk felborult, nagymértékű halpusztulást tapasztalható. Veszélybe sodorjuk környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyedülálló nád, állományunk jelentős részét. Az emberek kényelmért luxus szállodákat építettünk, szórakoztatásukért mindenhol jakt kikötők nőttek ki, a beruházók haszna érdekében pedig ma, manapság napjainkban luxus lakóparkok épülnek tavaink partjaira is. Már korábban is lehetett látni, hogy hatalmas a baj, de az emberi gyarlóság miatt ez a folyamat tovább gyorsult. Folyamatosan kapjuk a híreket vizeinknél újabb és újabb vitatott építkezésekről vagy gigaberuházásokról. Hatalmas ökocentrumot terveznek műfüves focipályával a Fertőhansági Nemzeti Parkban, 120 szobás luxusszállodát a fokozottan védett Tatai Öregtópartjára, többszintes Kajakkenő akadémiát, konferencia központtal a Velencei Tópartjára, a Balatonon, kempingek és szabadpartok helyén tucatjával nőnek ki a luxus lakóparkok. A nádasokat, partmenti fűzeket kivágták, a parkokat letérkövezték. Egyre nagyobb, olykor visszafordítanatlan természeti károkat okozva ezzel. Mi pedig aggódva figyeljük tavaink, folyóink körüli problémákat, és nem csak nézzük, a magunk csekély eszközeivel igyekszünk tenni is vizeink védelméért. A beruházók, döntéshozók pedig mindezzel nem törődve csak építkeznek és betonoznak tovább. Ekközben a helyiek elől kerítésekkel zárják el a vízpartokat, így sok esetben a település egyetlen strandjától vagy horgászhelyétől vízparti zöld területétől fosztják meg nem csak a helyieket, hanem a turistákat vagy a kirándulókat is. Lezárt parti sávok, madárcsicsergés helyett markolók és dömperek, munkagépek zaja helyett fák, és parkok helyett beton és térkő fogad bennünket a természetvédelmi területeinken. A torony növekszik, úgy tűnik, hogy fejlődünk, de a tornyunk alapja már bizonytalan. Magyarországra hatalmas vízfelhasználású és termőterületigényű igényű akkumulátorgyárakat terveznek. Mondom a sorrendet. Gödön, Debrecenben, Iváncsán, Miskolcon és legújabban Győrszentivánon. Beépítéseket, beruházásokat vagy újabb atomerőmű blokkokat terveznek. A komáromi akkumulátorgyár miatt Tata térségéből viszik el az ivóvízminőségű karszvizet, veszélyeztetve az emberek ivóvízellátását, vagy az élelmiszerbiztonságot. Itt már nem az a tét, hogy soha többet nem láthatjuk majd a fertőtavi házakat. Vagy hogy eltűnik-e a veszélyeztetett és fokozottan védett tatai madárvilág. Pár év múlva vajon fürödhetünk mi még a Balatonban? Vagy csak egy kiszáradt kráter lesz a Velencei túl? Mára ott tartunk, hogy a lecsapolások és klímaváltozás miatt megváltozott a csapadék eloszlás, az asszály következtében kiszáradó tavaink, folyóink, felszíni és felszín alatti vizeink egyformán komoly veszélybe kerültek, az ökoszisztéma, ahogy a mi tornyunk is, hát ledőlt. Mindannyiunknak meg kell érteni a végre, hogy a víz az fogy. Fogy, fogy és fogy. Valamint azt is, hogy a természet körforgásai összefüggenek, azokat nem lehet egymástól elválasztani. Így függenek össze a felszíni és felszín alatti vizeink, a klímaválsággal, a globális felmelegedéssel és azzal, hogy milyen lesz a mi életminőségünk egy, kettő, öt, tíz vagy húsz év múlva. Hát igen, ahogy korábban mondtam, ma még az a tét, hogy tudunk kerekre állódni ezeknél a tavaknál, fürdeni, evezni, pancsikázni a gyerekekkel. Pár év múlva az lesz a probléma, hogy lesz-e elegendő vízünk. Három évvel ezelőtt az akkor 15 éves kisfiam kétségbe esetten kérdezte meg tőlem. Anya, ha a ti generációtok az elhibázott döntéseivel mindent tönkretesz, mi marad majd nekünk? A mérgezett föld, a gázmaszk és az elszennyezett ihatatlan vizek? A kényelmünk, igényeink és a luxus érdekében kiárusítjuk a jövőnket, saját és gyermekeink biztonságos életterét. Fel kell ismernünk, hogy a 24. órában vagyunk, ha nem kezdünk el mindannyian változtatni a saját lehetőségeinken belül, ha ugyanilyen tempóban szennyezzük a földet, a vizet, a levegőt, elpusztítjuk a természeti erőforrásainkat. Ha a továbbiakban sem óvjuk meg az ökoszisztémát, akkor mindezek még egy rövid ideig elérhetőek lesznek egy bizonyos réteg számára aztán már nekik sem. Persze kérdezhetjük joggal, hogy miért mindig csak mi civilek tegyünk. Hát azért, mert csak mi tudjuk rábírni a politikusokat, a beruházókat és a pénzembereket a változásra. Ha mi nem kényszerítjük ki belőlük ezeket a változásokat, akkor semmi nem fog változni. Mit teszünk mi, tóvédő szervezetek és a nagy tavak koalíció? Egymás segítve dolgozunk, és bizony más sikerekről is számolhatunk be. A tavakat önkéntesként, saját szabadidőnkben próbáljuk védeni. Jogszabályokat olvasunk, petíciókat írunk, közérdekű adatokat igénylünk, kiállításokat szervezünk, szemléletet próbálunk formálni, népszavazást indítottunk. Tagszervezeteink saját ügyeiken keresztül önállóan is képviselik a természet és a hé lakosság érdekeit. Országgyűlési határozati javaslatokat készítettünk és írtunk, részt vettünk a fenntartható Fejlődés Bizottságának ülésén kétszer is részt vettünk a zöld szervezetek országos találkozóján, meghívást kaptunk az Agrárminisztériumba, részt vettünk a Magyar Tudományos Akadémia ide vonatkozó előadásán a nagy tavak védelmében. Mindeközben a Balatonnál petíció indult, amelyet 87 ezeren írtak alá. A fertő tónáltársaink bíróságon támadták meg a beruházást, mert a közbeszerzés szerint az építkezés jelentős mértékben meghaladta volna a környezeti hatásvizsgálatban szereplő mértéket. Tibor és a velencei taviak már a országossá duzzat szemléletformáló előadás kezdtek. Tatán pedig Ildikó népszavazást indított, amelyel egyenlőre sikerült megvédeniük a Tatai Öregtó Közös feladatunk megvédeni vizeinket, önmagunk és gyermekeink jövőjét. Jó lenne, ha nem a miénk lenne az utolsó generáció, amely Fekete István Tüskevár című regényében leírt természeti csodákat, a való életben is még megtapasztalhatja. Nagy baj lenne, ha az utánunk felnövő generáció számára tavaink, szállodák és apartmanok ablakában feltűnő díszletek maradnának. Van egy két és egy tíz éves lányom, és én nem szeretném, hogyha ők nem tudnák ezeket a tavakat megcsodálni. szeretném, ha ők ugyanúgy tudnának vele mevezni ezeken a, ezeken a tavakon, és el tudnánk jutni velük egy olyan tóba, amiben van víz legalább. Engedjétek meg, hogy bejelentsük azt, hogy volt egy válaszpont, amikor el kell döntsük, hogy a nagy tavak koalíció megszűnik-e, vagy valahova tovább fejlesztjük, és hát örömmel jelentettem, hogy az a döntés született, hogy egy kicsit tovább fejlesztjük, és innentől kezdve a nagy tavak és vizes élőek védelmi szövetségként fogjuk folytatni a tevékenységünket, hogy még hathatósabban, még eredményesebben tudjuk védeni hazai nagy tavainkat. Kérjük Önöket, kapcsolódjanak hozzánk, kövessék tevékenységünket, támogassanak bennünket, hogy az éltető víz mindenki számára megmaradhasson. Köszönöm. Köszönjük.